Az Orbán kormány úgy vett fel 1 milliárd eurós gigahitelt Kínától, hogy annak részleteit elmondásuk szerint a kínai bankok kérésére titkosították a magyar állampolgárok előtt, éppen azok előtt, akik ezt a hitelt vissza fogják fizetni. Ilyen az Orbán járulás, a magyar miniszterelnök kínai kérésre titkolja el a saját honfitársai elől, hogy milyen feltételekkel adósítja el hazájukat Kínának. Ezért indított a Demokratikus Koalíció kezérdekű adatigénylési pert, hogy kiderítsük. Mi van az apróbetűs részben? Mit ígért az áruló kormány Kínának? Ezt a pert első fokon megnyertük, a bíróság kimondta, hogy az államadóság kezelő központnak ki kell adnia a kínai hitelszerződést. Jogunk van tudni, hogy mit írt alá az áruló miniszterelnök, mert mi, magyarok, fizetjük a számlát. Jogászkodhatnak, fellebbezhetnek, jöhetnek másodfokra, de mi ki fogjuk deríteni, hogy mit kért Kína Orbántól a pénzért cserébe. Ki fogjuk deríteni, hogy mi volt az a júdás pénz, amit Orbán árulása után nekünk kell majd kifizetnünk. Sok ország égette már meg magát azzal, hogy Kínától vett fel hitelt. Montenegróval azt iratták alá, hogy ha nem tudnak időben törleszteni, akkor Kína területeket foglalhat el az országban diplomáciai, sőt akár katonai célokra is. A szomszédos Szerbiával azt iratták alá, hogy Budapest-Belgrád szerb vasútvonal szerb szakasza és az ahhoz tartozó kínai hitellel kapcsolatban, hogy amíg az országnak tartozása van Kínával szemben, addig nem folytathat olyan tevékenységet, amiről Kína úgy gondolja, hogy az lényegesen és hátrányosan befolyásolja szerbiai kötelezettségeinek teljesítését. Velünk vajon mit irattak alá? Ha bedől a magyar gazdaság, akkor Kína magyar területeket foglalhat el? Vagy nem lehet majd többet költeni egészségügyre, esetleg oktatásra, mert Kína nem engedi meg, amíg tartozunk neki? Ez a hitelszerződés minden bizonnyal egy titkosított árulás, Orbán árulása Magyarország ellen. Ezért indított a DK közérdekű adatigénylési pert, ami első fokon meg is nyertünk, hiszen a bíróság kimondta, hogy az államadóság kezelő központnak ki kell adnia a kínai hitelszerződést. Jogunk van tudni, hogy mit írt alá az áruló miniszterelnök, mert mi magyarok fizetjük a számlát. Jogászkodhatnak, fellebbezhetnek, jöhetnek másodfokra, de mi ki fogjuk deríteni, hogy mit kért Kína Orbántól a pénzért cserébe.